Jó estét kívánunk a Szombathelyi Televízió nézőinek! Kiváló nyarunk van, azt hiszem nem panaszkodhatunk az augusztusra, reméljük ez így is marad a hétvégén is, és akkor kellemes hétvégének nézünk elébe. Na de hát addig még van egy adás, amiben készültünk többek között a tanévkezdéssel. Illetve a kőszegi állatokkal is. Meg hát a tűzoltókkal. Most pedig azzal megyünk tovább, mert hogy Kovács András a vendégünk, aki a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, ezért csókolom! Önök nyertek egy pályázatot, ami hát elég nagy volumenű, és sok mindent szeretnének ebből készíteni, illetve elvégezni. Miről is beszélünk? Az emberi erőforrások fejlesztési operatív program keretében nyertünk el egy pályázatot, önkéntesség éve és az önkéntesség címszóval. Szeretnénk fiatalokat bevonni az önkéntes mozgalomba, önkéntes munkába, hisz tudjuk, hogy Magyarországon és Európában is az önkéntesség igazából tűzoltókkal kezdődött el közel 150 évvel ezelőtt, és ezt mi folytatjuk, tűzoltók, és ennek kapcsán szeretnénk 18 és 22 év közötti fiatalokat bevonni az önkéntes munkában, szerződést kötnénk velük, lehetőséget biztosítanánk arra, hogy nyelvtanfolyamot végezzenek el, illetve gépjárművezető jogosítványhoz juttatnánk hozzá B és C egy kategóriás vezetői engedélyhez az ifjúságot, és emellett értelemszerűen bevonnánk a mindennapi civil, úgynevezett civil munkába, az önkéntes munkába őket. Ezt Vas megyében több helyszínen szeretnénk megvalósítani, pontosabban kettő megye, hisz Zala megyével, Anima Egyesülettel vagyunk egyességben, és együtt végezzük ezt a pályázati megvalósítást. Vas megyében öt helyszínen szeretnénk ezt lebonyolítani, Kőszegen, Répcelakon, Celdömölkön, Csepregen és Vasváron lennének ezek a helyszínek, ahol kisebb csoportokban a megjelentés, a jelentkezők részt vehetnek különböző előadásokon, szakmai képzéseken, mint tűzoltó oldalról, de akár az Anima Egyesületen keresztül kulturális és egészségügyi tevékenységet végezhetnek, ha jelentkező ifjú jelöltek. Kik vehetnek részt pontosan? Azt tudom, hogy 18 és 22 év közötti fiatalok, de milyen kikötések vannak? Egyetlen egy megkötés van, hogy munkaviszonnyal, illetve tanulói jogviszonnyal nem rendelkezhetnek, és ezért a célcsoportot azt úgy próbáltuk megjelölni, illetve megcélozni. Egyetemi pontokat most már tudjuk, és megvannak, hogy kiket vettek fel, és kiknek nem sikerült, vagy kik halasztanak, és úgy gondoltuk, hogy ebből a körből lehet meríteni, és ebből a körből tudunk majd jelölteket állítani, illetve kapni ifjú titánokat, ifjú segítőket, akik még nem akarják elkezdeni egyetemi tanulmányaikat, vagy nem akarnak munkába állni, viszont segíteni szeretnének mindenképpen önként, és itt a lehetőség, ami pályázatunk erre nagyon jó lehetőséget ad. Értelemszerűen a költségeiket, azokat mi álljuk, hisz a TB felé biztosítást kötünk a számukra, tehát ilyen szempontból sem lesznek biztosítás nélkül, és a tanfolyami költségeket pedig a Tűzoltó Szövetség a pályázaton keresztül fogja állni mind a két részben, mind a nyelvvizsga tekintetében, mind pedig a éppen vezetői engedély megszerzése kapcsán. Hogyan néz ki egy ilyen tanfolyam, és mennyi ideig tart? Hát maga a szerződés, amit kötünk a jelölt fiatalokkal, az fél éves, tehát 6 hónapos időtartamra lehet, de maga a pályázat az 2018 május 1-től indult, és 2020 októberéig fog tartani, tehát egy hosszú folyamat, és ezen belül fél éves ciklusokban lehet jelentkezni, fél éves ciklusokban, 6 hónapos terminusokban képeznénk és képezzük ki a ifjú jelölteket, akik a civil munkában, az önkéntes munkában részt szeretnének venni. És ez az önkéntes munka tulajdonképpen mit akar, vagy melyik részére vonatkozik mondjuk a társadalomnak, vagy minden szegmensét érinti? Igen, minden szegmensét érti, mint ahogyan mondtam, a kultúrától, az egészségügyön át, és itt a szakma, hogy itt jön be a miénk, mi azt szeretnénk, hogy irányítanánk egy picit a fiatalokat, hogy a tűzvédelem, tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa védelem felé is irányuljanak, de az Anima Egyesületen keresztül akár kulturális tevékenységet végezhetnek, különböző intézményekben, egészségügyi intézményekben vehetnek részt, és végezhetnek ottani segítő munkát, de a fő célunk esetben itt Vas megyében, hogy utánpótlás nevelési céllal is inkább a műszaki mentés, tűzoltás, tűzvédelem, katasztrófavédelem terén próbáljuk meg bevonni és picit irányítani őket a tevékenységbe. Mekkora hagyománya van Vas megyében ennek az önkéntességnek? Mondjuk akár a tűzoltó egyesületek
szemszögéből? Hát, örömmel mondhatom, hogy a Kőszegi Tűzoltó Egyesület az országban egyedüliként a mai napig működő egyesület, amelyik 150 évvel ezelőtt kezdte ezt a tevékenységet, de Vas megyében a 216 település, 82 településen van önkéntes tűzoltó egyesület, és ezek 125-től 135-140 éves tűzoltó egyesületek, tehát a hagyománya nagyon nagy és nagyon régre nyúlik vissza. Visszatérve egy kicsit a pályázatra, összesen hány szerencsés diák vagy fiatal vehet részt ezen a pályázaton? 168 fiatalt szeretnénk mi bevonni ebbe a röpke két évbe a munkába, az önkéntes munkába. Értelemszerűen Zala megyei részből is és a Vas megyei részből, de a Vas megyei részt egy olyan 130-135 főre szeretnénk mindenképpen kiterjeszteni, és így tevődne össze ez a 168 fő. És mit kell tenniük a fiataloknak, akik most figyelik a beszélgetést, és szeretnének részt venni ezen? Különböző fórumokon jelentettünk meg szórólapokat, kiadványokat, például fürdők bejáratánál helyeztünk el szórólapokat, de a médiában, az interneten, Facebookon megtalálható a szórólap, azon vannak jelentkezési lehetőségek, tehát címek, nevek, ott be kell regisztrálni, vagy éppen, hogyha úgy adódik bármelyik Vas megyében működő önkormányzati tűzoltóságnál, tehát Vasváron, Répcelakon, Kőszegen, Csepregen bejelentkeznek, akkor tudni fogják a kollégák, hogy hova kell irányítani a fiatalokat. Fiatalokkal szerződést kötünk, és onnantól felül a folyamat elindul. És akár egy okosítványt is megszerezhetnek így ezáltal. Van, így van, egy ingyen? Igen, teljesen ingyen. És nyelvet is tanulhatnak. Igen, így van. Hát így van. Gondolom, ez nagyon megéri. Így van. Kár, hogy már túlléptem a korhatárt. Hát igen, és van egy Facebook oldala is, pontosabban van egy web oldala is a pályázatnak, az együtt önkéntes segítség, azon elérhető minden információ, és megtalálható minden információ a pályázattal kapcsolatban. Kovács András, köszönjük szépen, hogy itt volt, és sok sikert kívánunk ez a két évhez. Reméljük, köszönjük, hogy szépen tényleg lesznek olyan fiatalok, akik erre az önkéntes munkára, illetve erre a képzésre jelentkeznek minél többen. Hát már most vannak jelentkezők, úgyhogy az első kör hamarosan el fog indulni. Önmegye több területéről is már elég jelentős létszámba jelentkeztek, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeres pályázatot fogunk tudni majd lezárni két év múlva. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk. Köszönöm. Kőszeg újabb attrakcióval csábítja oda a családokat. Nézzék meg önök is, hogy mi ez. Pablo, Molly és Rodrigo, a három kiskecske egyáltalán nem mese a kőszegi főtéren. Ezentúl rendszeres résztvevői lesznek az állatok a rendezvényeknek. Feltűnésük hamar villámcsődületet eredményezett. Kicsik, nagyobbak és idősebbek gyűltek azonnal köréjük, hogy megsimogassák a barátságos kecskéket. A nem mindennapi eseményről persze fényképek is készültek. Most te jössz? A gyerekek egymást váltva ismerkedtek az állatokkal, de a felnőttek is szívesen simogatták a kecskéket. Ez nagyon jó, én még ilyet még soha nem is láttam, de nagyon szépek, tiszták és nagyon szépek, helyesek. És látom a kislányt is, nagyon érdeklik. Igen, ő mi soha nem látott ilyeneket, csak kutyát és macskát. Nagy meglepetés, de főleg a kecskéket nem nagyon vártuk, hogy itt meglássuk őket. Az állat többi állattal abból galambokat kergeti. Látott már vajon kecskét a kislány ezen kívül? Szerintem még nem. Bár lehet, nem tudom, vagy nem a szüleivel volt olyan helyen, ezt nem tudom. Mit szól ehhez a kezdeményezéshez, hogy most itt többször fognak sétálni ilyen állatok? Ez jónak tartom. A főtér új látogatóira még a kutyák is rácsodálkoztak, de persze nem a négylábúaknak szól az új attrakció. Meleg van, de ez nem déli báb. Tulajdonképpen örömmel fogadtuk a vállalkozó jelentkezését, hogy a Kőszeg határán lévő állatsimogatót egyszer már az ostromnapokra és a kőszegi nagy ünnepekre behozta a várárokba, és bízunk benne, hogy Kőszeg ismertsége az erdőről, hegyről kiegészül az állatairól is, úgy a Csernelkádi madárkerttel, mint a kőszegi állatsimogatóval. A városba vezető út melletti állatsimogatóban vietnámi csüngőhasú disznók és kismalacok, pónilovak, szamár, sőt láma is szórakoztatja a családokat. Láthatóan nagyon barátságosan fogadják a círógatást, no és persze a finom falatokat is. Nagyon sokféle állatunk van,
Leginkább póniaink, tehát van három pónink, egy itt mögöttem is, például, ő mondjuk a legokosabbik közülük. Van még szamarunk, lámánk, kecskéink, birkák, maracok, akik majd valahol futkoznak itt a környéken, mert szabadon vannak ők a területen, ahogy a kis kecskéink is. Van még egy libánk, és hát végül sokféle állatot úgy bezsúfoltunk az emberek kedvéért, nagyon barátságosak, azért vannak szabad területen, de meg lehet őket simogatni, az állatokat nagyon kedvelik a vendégeink. Főleg a kis kecskéket, meg a kis szerte futkozó malackáinkat. A pónikra persze fel is ülhetnek a gyerekek. Izabella és családja Szabolcsból érkezett, hogy megismerkedjenek az állatokkal. Itt vagyunk most két hétig. Hát végig is Bükkfürdőn nyaralunk, ezt a helyet úgy néztük, mert a fiam nagyon szeret kokátozni, és közben hál' Istennek lehetett alkalom arra, hogy a kislányom is lovagoljon. De nem csak a négylábúakat lehet megsimogatni Kőszegen, a Csernel kertben a növény különlegességeken kívül 160 madarat figyelhetnek meg egészen közelről az érdeklődők. Szárnya sérült neki, és emiatt ő nem tud már sajnos természetben megélni. Úgyhogy ő minden nap megkapja az élelmet, és ez neki teljesen elég ahhoz, hogy itt jól érezze nálunk magát. Úgyhogy napközben a bemutató részen van, és utána pedig már itt van az állandó helyén. Füli az erdei fülesbagoly állandó lakója a madármentő központnak, ahogy Csaki a macskabagoly is. Sérülten került hozzánk, fiókaként, tehát akkor még nem tudtuk, hogy sérülése van. Próbáltuk elengedni egy több méteres hosszúságú padláson, és sajnos akkor láttuk, hogy nem tud 100%-osan repülni, azért, mert az egyik szemére nem lát teljesen. Megvizsgálta állatorvos, és megállapította, hogy a bal szemére nem lát 100%-osan. Lindát, a vándorsólymot és például az uhut vagy latin nevén bubót is megismerhetjük. Az ide került madarak nagy része állandó lakója a kertnek, de vannak olyanok is, amelyeket szabadon engednek. A madármentés itt már 94 óta, tehát több mint 20 éve működik ez a madármentő központ, és hát hazánkban honos sérült és elárvult madarakat fogadunk ide be, akiket jó szándékú állampolgárok és természetvédelmi szakemberek hoznak be hozzánk, és ugye attól függően, hogy milyen a sérülésük, állandó elhelyezést biztosítunk, akiknek maradandó a sérülésük, akiknek pedig gyógyítható, azoknak ideiglenes elhelyezést biztosít a mentő központunk. A leggyakoribb sérülése főként a ragadozó madarainknál az áramütés, amit járművel ütköznek, épületnek, ablaknak repülnek. Ezek a leggyakoribb sérülések, amit az énekes madaraknál pedig a fiókák érkeznek ilyenkor tavasztól nyár végéig. Rengeteg énekes madár fióka esik ki a fészekből, sérül meg. Hőrösvércse, egerész és darázs, őv és más madarak mellett gólyák is élnek a Csernel kertben. Előfordul, hogy fiókák is születnek itt. Az egészséges egyedek persze kirepülhetnek a fészekből, mert szabadon engedik ezeket, ahogy a gyógyult példányokat is. A madármentő központ szeptember végéig, 2-től vasárnapig, este 6-ig, később már rövidebb nyitvatartással várja a látogatókat. Maradunk Kőszegen, sőt, még a tűzoltóságot sem engedjük el, mint témát, hiszen a vendégünk Bodorkos Gerencsér Júlia, a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület gazdasági vezető, és Györfi Gábor, Kőszegváros turisztikai menedzsere. Jó estét kívánok, sziasztok! Jó estét! Jó estét kívánok! Hát kezdjük mindjárt a tűzoltókkal, Gábort itt egy kicsit háttérbe szorítjuk. Miért ünnepelnek a kőszegi tűzoltók? Hát egy nagyon jeles eseménynek az évfordulója van idén. 150 éve alakult a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1868. augusztus 23-án. Hát szinte akkor napra pontosan tudtak ünnepelni. Igen, igen. Hát ez a rendezvénysorozatunknak már a 6. állomása lesz, de egész évben rendezvények zajlottak a jubileum kapcsán. És hát milyen programok lesznek a hétvégén Kőszegen? Egy nagyszabású rendezvénysorozattal készülünk. Érdemes ellátogatni Kőszegre, már szombat reggeltől programok lesznek.
fontos szakmai versenyek, szakmai bemutatók. Szombat délelőtt staféta versennyel és tűzoltó versennyel indul a program. A staféta verseny? A staféta verseny az tulajdonképpen egy akadályokkal teletűzdelt futóverseny, tehát ilyen tűzoltó akadályok lesznek benne, és ami érdekesség ebben, hogy nem egy tornateremben vagy egy focipályán, hanem Kőszeg belvárosában lesz ez a tűzoltó verseny, úgyhogy nagyon sokan megnézhetik ezt, tehát mindenki figyelemmel kísérheti egészen a vártól, a Jurisis téren keresztül a főtéren lesznek majd állomásai ennek a tűzoltó versenynek. Ezen kívül még lesz főzőverseny a főtéren délelőtt, illetve egésznapos szakkiállítás és vásárok lesznek, és délután pedig a családoknak és a gyerekeknek szeretnénk kedveskedni, lesznek családi programok, vidám családi vetélkedők, arcfestés, ugráróvár, tehát minden, ami szemszájnak ingere, úgyhogy a gyerekeket szívesen látjuk ott. És a nagy melegre való tekintettel ez a nap ugyanúgy, mint a vasárnapi nap, egy habpartival fog zárulni a gyerekeknek délután 4 órakor, kicsit lehűsítjük őket. És ez hol fog zajlani maga a habparti? A főtéren lesz a főtéren, és azt úgy képzeljük el, hogy minden habban fog úszni? Igen, igen, tehát ez nem a tűzoltó hab, hanem ilyenkor egy kicsit átalakul a habkészítő gép, és ilyen finom illatos habfürdőt rakunk a gépbe, és akkor azzal képezzük a habot, és hát a gyerekeknek érdemes váltóruhát hozni, akár kettőt is, mert nagyon szeretik, és hát ilyenkor azért ilyen jó fél méter, méteres hab is lehet, és akkor ott játszanak benne a gyerkőcök, úgyhogy... És a felnőttek is, gondolom, mert én biztos belemennék. Igen. Hát már csak a gyerek után, ha utána kell menni, tehát mindenképpen. Hoztál egy könyvet is, amit, hogyha megkérlek, akkor légy szíves, add ide, és én közben itt mutatom majd a kamerának. Milyen könyv ez? Ez a könyv, ez a... tűzoltóság történetét meséli el, 150 éves tűzoltóságnak a történetét képekben, mesés formában. Tóth Árpád Ferenc írta a könyvet, és idén jelent meg, márciusban volt a könyvbemutató, és ha megnézitek, akkor tele tűzdelve fényképekkel és olvasmányos formában mondja el a 150 évnek a történetét. Igen. Összesen hány tűzoltó lesz jelen a hétvégén? Hát nem szeretnék így nagyon bestésekbe bocsátkozni, nagyon sok tűzoltót meghívtunk, körülbelül szerintem olyan 100-200 tűzoltó közé tehető, tehát Kőszeg környéki tűzoltókat, illetve külföldi tűzoltókat is meghívtunk, illetve hát, hogy az egész kőszegi tagság is részt vesz a rendezvényen, úgyhogy egy elég nagy szabású. Gábor, és amúgy Kőszegen az augusztus? Sűrű. Sűrű, szerencsésen sűrű, ahogy a bejátszásból is láttuk, nem csak az állatok és a madarak várnak mindenkit, hanem végülis a tűzoltók fesztiválja beágyazódik a hétvégi főtéri zenés esték rendezvénysorozatba, ami ezen a hétvégén is ma már elkezdődik, szombaton, vasárnap folytatódik, és hát nagy örömünkre szombaton este egy tűzoltó diszkó, vasárnap pedig a klasszikus éves kőszegi tűzoltó utcabál zárja a programokat. És hát a hosszú hétvége az a hétvége, amikor a legtöbben útra kelnek Magyarországon. Így augusztus 20-a sem maradhat ki a programokból. A Kőszegi Múzeum, Városi Múzeum családi napra várja a kis korona elemeket készítő, az magyar szent korona elemeit készítő gyerekeket és családokat. Egész nap a Patika Múzeumban. Este pedig a Szent István napi ünnepségek után, este 7 óra után a Jurisics várba invitáljuk a vendégeket. Ott a Kőszeg város koncert fúvó zenekara az István a király rockopera fúvós változatát játssza el. Tavaly szemelvényeket adtak, ma a teljes mű, az idén a teljes mű lesz repertoáron. És augusztus utolsó napjára is készültök, 31-ére. Így pontosan. Van. Így van. Hát a nagy 1532-es ostromnak a 25 napos ostroma augusztus 30-án ért véget, akkor szólalt meg 25 nap után a híres kőszegi 11 órai harangszó először, és azóta is minden évben erre emlékszünk, így a hangzóváros,
a felharangzó város ünnepe augusztus 31-én lesz, és 11 órától minden kőszegi, vasmegyei zenész szeretettel várunk. Meg tettünk is egy kis felhívást, hogy utcazenélni, örömzenélni bárkit szívesen látunk. Ma már megérkezett az első külsős jelentkező is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg gazdag és örömteli lesz ez az augusztus 31-e Kőszegen. És ez a együttzenélés, ez egy kottából, vagy ott beszélik meg, vagy ennek vagy lesz? Mindenki játszik vagy valahol? Mindenki játszik, vagy... Szerencsére rengeteg kapuaj, sarok, ja, értem. És térrész ja, van. Kőszegen sokkal inkább ez azt jelenti, hogy ha valaki akar a Hősök tornya alatt felállítunk egy pianinót a Kőszegi Zeneiskola felajánlásával, és egy kedves gárdodám mellett bárki, aki úgy érzi, hogy szívesen megszólalna az a pianino az ő keze alatt, és jól szólna, a délutáni órákban szívesen látjuk őt is, kapuaiakba, a polgármesteri hivatalnak a történelmi városháza ablakából például Horváth László Liszt-díjas kalarinét művész fog előadást tartani, de a Bejó Történelmi Tánc Együttes, a Kőszegi Fűvósok és remélhetően számos vasmegyei együttes velünk lesz. Tehát egy kicsit azt mondanám, hogy egy belvárosi dzsembori. Ez a nap valóban az ostromzárásnak és egyben a nyárzárásnak egy ünnepe. Ez egyébként az első, hogy így mindenkit elhívtatok, hogy zenéljenek. Ez az első próbálkozás, vagy volt már erre példa? Ez a harmadik Hangzóváros Fesztivál, és valóban az első, amikor megnyitjuk a kapukat, és úgy éreztük, hogy ez jó, mert hogy működik, és izgalmas lehet másoknak is, az hogy biztos. Velünk együtt játszanak. Ez 31-én hány órakor? 11 órától éjfélig. Pénteki nap, az nyár utolsó napja, de egy egész napos, egész éjszakás rendezvény készül. Hát köszönjük szépen, sok sikert kívánunk. Tűzoltóknak a hétvégére. Köszönjük szépen. Hát a kőszegieknek meg az egész augusztusra még. Köszönjük Reméljük, szépen. Reméljük, sikeresek lesznek a programok. Köszönjük. Köszönjük szépen. Most pedig folytatjuk, sajnos iskolakezdéssel. Az írószerboltokban is megkezdődött az iskolakezdés előtti beszerzési roham. A legtöbben a nyári szünet utolsó heteiben vásárolják meg a szükséges kiegészítőket. Hát akik első osztályos gyermeket indítanak el a suliba, azok már azért április-májusban elkezdenek gondolkodni, és tulajdonképpen a család segítségével akár húsvétra, születésnapra, ezek szépen lassan megvásárolják azokat a hát, nagyobb összegű termékeket, amelyek kellenek az elsős elindításához, mint például táskát, tolltartót vagy ruházatot. Aztán hát tulajdonképpen valószínűleg július végéig, augusztus elejéig ők már nagyjából befejezik egyébként a beszerzéseket, kicsit elhúzzák a magas költségeket, ezért el tudják aprózni. A többiek azok inkább az augusztus második felére korlátozzák a beszerzéseket, akkor amikor megjönnek a nyaralásból, és csak leesik ugye, hogy hamarosan jön az iskola, és akkor el kell kezdeni beszerezni ezeket az eszközöket, azok inkább augusztus második felére. Nagy népszerűségnek örvend a fiúk körében a Star Wars és a Pókember, de egyre keresettebbek az állatos és gyümölcsös füzetek kiegészítők is. Az elsősök azok akár az 50-60 ezer forintot is elérhetik, hogyha mondjuk a táskát is ide számoljuk.
Az felsőbb évfolyamosoknak szerintem olyan a 10 és a 15 ezer forint között van, aztán ahogyan haladunk a felsőbb tagozatosok felé, ott egyre kisebb összegekre van szükség, de az alsósoknak azért még mindig bele kell nyúlni a pénztárcájukba, legalábbis az alsó szülőknek bele kell nyúlni a pénztárcába. Itt a Big család, a dalaszál, okosabb egy se lett talán, csak haladár. Fizikus, fizikus ő, morcos csoda gyerek. Ennyi volt a hétvége, de nem az önöké, mert egy hosszú hétvége lesz, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jól telik, pihenéssel telik, és jó idővel telik. Nagyon boldog hétvégét kívánunk, jövő héten újra jövünk. Karneválozunk. Igen, bizony. Akár csak tavaly, reméljük önök is fognak majd karneválozni. Addig is jó pihenést, és nagyon boldog hétvégét kívánunk. Boldog hétvégét. A műsorvezetőt a Jean Store öltöztette. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál Szépségszalon gondoskodott.